Nagy szeretettel köszöntöm a második MIMS konferencia résztvevőit. Előadásunkban egy globális szemléletmód tágítására hívom fel a figyelmet. És mellesleg, mellette beszámolok egy helyi fejlesztés eredményeiről, merről bízunk benne, hogy egész országban megismerik majd ezt a szemléletmódot, és bízom benne, hogy majd ez határőnkon túra is el fog jutni. Témánk a gyógynövény kivonatos métermékek humán klinikai vizsgálatai egészségvédő hatás igazolása céljából. Itt meg kell különböztetni a gyógynövényes mézkészítményeket, amikor is a mézbe, amit bárhol meg lehet vásárolni, teszünk bele különböző gyógynövényeket vagy illókomponenseket, ez is nagyon jó. De itt mi arról szeretnénk beszélni, hogy a gyógynövény kivonatok már nektárban benne vannak, amit a méhecskék majd begyűjtenek. Erről szól ez a mai előadás. Azért beszélek többes számba, mert bátyám, Daróci Lajos Szímzetes egyetemi docens a Széchenyi Egyetemen, agrármérnök és élelmiszeripari szakmérnök oroszlán részt vállalt abban, hogy elindultak e vizsgálatok laboratóriumi kutatásai és a humán kísérleti eredményeknek a összegzését elérhettük. Jó magam pedig, Daróci Zoltán természetgyógyász vagyok. Több mint húsz éve aktívan részt veszek a természetgyógyászok képzésében, vizsgáztatásában és különböző szemléletformáló előadások szervezésében. Mellesleg a népi gyógyászatunk jövőjét alapítvány elnökeként, a MINZ alapító tagjaként is vagyok. Eredet. Nincs még egy olyan táplálék a Földön, amely több ezer évet átvészelve emberi fogyasztásra alkalmas minőségét meg tudja őrizni. Találtak már mézet a piramisok gyomrában a föld alatt, és találtak a tengerek mélyében lesüljedve, ókori gályák gyomrában lezárt edényekben. A méz megőrizte emberi fogyasztásra alkalmas állagát. Nem véletlen, hogy megragadta, ősidőktől fogva a mai napig, a különböző misztikusok és a mai tudósok figyelmét is. Itt csak néhányat említek. Az egyiptomi mitológiában ré, mint napisten könnyeinek hívták a mézet. De ide tartozik a folyékony arany, vagy a folyékony nap elnevezés is. És a méhecskékről, akik a mézet készítik, mintázhatták az újjászületés és a halhatatlanság misztériumát is. Hiszen a mély királynő élettartama közel tíz, de valamikor tizenötszöröse a normál dolgozó méhek élettartamának. De a mélyecskékről lehetne mintázni a szorgalom, az alázat, a kitartó munka eszményét is, hiszen ők összefogva, egymásra hangolódva, Önfeláldozóan, egy hierarikus rendben végzik a munkájukat, és nagyon termékenyen tudják ezt végezni. Jelképrendszer szempontjából nagyon sokan a mag népének is hívják őket. A termékenyítést a méhek végzik, és analógiában a virágméhe a világ méhére is utal. Tehát a virág gyermeke, mint mikrokozmosz, a világ gyermeke makrokozmos szinten analógiában van. És mindannyiunk élete az anya kezdődött. Kedves hallgatóság, ébresztő! A méhek és más növényeinket beporzó rovarok pusztulása az elmúlt húsz évben világszerte erősödő jelenség lett a méhek jelentősége óriási. Munkájuknak köszönhetünk minden harmadik falat ételt. Ennek ellenére mégsem figyelünk rájuk eléggé. A pusztulásokat emberek okozzák, vagyis mi? Ennek fő okai többek között. Az egyre nagyobb tért hódító, gémmódosításból született növények, a különböző vegyszerezések, és a megnövekedett elektromágneses terhelések összessége. Ebből a szempontból a legutóbbi terhet az 5G hálózatok telepítése jelenti. A sűrűn épített relé állomások olyan teret gerjesztenek, melyek befolyásolják a méhecskék tájékozódó képességét, és a kaptároktól, 5-6 kilométerre is szorgosan elszálló méhecskék visszajutását gátolja, megnehezíti, mert a tájékozódó képességeiket negatív irányba befolyásolja. És ez nem csak a méhekre utal, hanem más vadon élő növények 90%-a is rovarok beporzásával szaporodik. Kiindulási pontok. Magyarország gyógynövény nagyhatalomnak számít. A minőségi készítmények előállításában is nagyon fontos szerepet tölt be. A méhek segítségével gyűjtött terápiás folyamatokat apiterápiás készítmények segítségével segítjük elő. Több api terápiás készítmény van. Például a kozmetika ipar nem létezhet a méviasz nélkül. Megkülönböztetünk virágport, ennek erjesztett formáját a mékenyeret. De találhatunk olyat, mint mépempő a hormonterápiákban, méméreg gyógyszerterápiákban, neurológiai terápiákban, propolis, amely sterilizálási területeken ismert, itt van a kaptárak levegője, itt van a Lépes méz. itt van a méhek döngicsélése által keltett hangterápiás eljárások összessége, de a legismertebb kérem szépen a méz. Új eljárás, hogy nem gyógynövényes mézeket készítünk, bár az is hasznos, hanem a gyógynövényekben lévő hatóanyagok már eleve a méz összetevőjévé válnak szabadalommal védett eljárás, hogy a hordástalan időszakban, vagyis kora tavasszal és kora ősszel, amikor már elvirágoztak, vagy még nincsenek növények, mézelő növények, bizonyos kivonatokat kapnak a mély családok a táplálásukra. Na mi is ez a csoda táplálék a méz? A magyar élelmiszer könyv meghatározása szerint a méz, az apis mellifera, vagyis házi méhek által növényi nektárból, vagy élő növényi részek medvéből, itt utalunk, amikor úgy mondták régen, hogy gyöngyözik a fa, például birsalma, szilvafa, vagyis a belőlük gyűjtött természetes édes anyag. Ezeket a méhecskék begyűjtik, saját anyagaik hozzáadásával átalakítják, Raktározzák, dehidrálják, és lépekben érlelnek. Az alsó képen látható lépekkel lehet találkozni a lépes mézek szintjén is. Ez idáig három lépést értünk el. Első lépés volt egy ökológiai sarokpont. A beporzással szaporodó növények segítése, a méh állomány egészségi állapotának javításával. Vagyis nem mindegy, hogy a méhek, akiket ugyanúgy elértek a civilizációs ártalmak, mint minket embereket, milyen egészségi állapotnak örvendenek. A második pont az emberi fogyasztásra alkalmas készítmények laboratóriumi vizsgálatai. És a harmadik pont humán klinikai vizsgálatok, randomizált, kontrollált, nyomonkövetéses módszerrel. Itt tartunk most. Megszületett a több, mint méz. Itt a gyógynövények hatóanyagait hasznosítjuk. Bizonyos gyógynövény hatóanyagokhoz, mivel azoknak nincs nektárja, a méhek természetes úton nem jutnak hozzá. Itt az alsó képeken lehet látni például a csalánt, mindenki által ismert gyógynövény. Középen a gyömbér, bár Magyarországon nem honos növény, de ma már elterjedt, és a zöld Ez is nagyon ismert gyógynövény ma már Magyarországon. Az ötlet lényege egy új méhészeti technológia. Két debreceni bioméhész igyekezvén kiváltani az erős mesterséges méhgyógyszereket, Sáfián János és Nagy István igyekezett ezt kiváltani. Elkezdték a méheket teáztatni. Így megszületett egy finom új termék. Ezt megkínálták a vásárlóikkal. A vevők azt mondták, ezt akarjuk, ezt kell nekünk. Itt kapcsolódott be az Y-Food Kft a bátyám vezetésével, ahol elindult egy termékfejlesztés. Nézelő, például zsája, bodzavirág, és nem nézelő, például család gyógynövények bevonása a fejlesztés első szakaszában. Vagyis gyógynövény ható anyag transformációk laboratóriumi vizsgálatai indultak el. A találmány tárgya a fejlesztés, növényekből friss állapotban extrahálnak, szilárd fázist elválasztják. Ezt teljesen erjesztéssel fermentálják. A leszűrés után a növényi kivonattal elegyítik. Így gyógynövények és fűszernövények fajtánként, vagy keverék formában is alkalmazhatóak. Így születik a készítmény, mely egy funkcionális élelmiszer, és ezt csak méhek tudják előállítani. Hogyan készül? A találmány által egy úgynevezett nektár. Ez egy méh eledel. A gyógynövény hatóanyagokat egy és két vegyértékű cukrok keverékével vizes oldatba visszük át. A nektár természetes módon is glükóz és fruktóz keverékéből áll össze. A hazai vásárlók általában az akácmézet szeretik. Az akácmézben a fruktóz aránya nagyobb, a virágmézben a glükóz arány nagyobb, de mindegyikben van. Kedves vásárlóim, előbb vagy utóbb minden természetes méz elindul az ikrásodási folyamat útján. Amelyik nem indul át, azt nem ajánlott megvenni. Mert az nem természetes forrásból származó. A kivonást egy teljes savas fermentációs eljárással végezzük, hasonlóan, ahogy a prebiotikumok készülnek. A méhek számára felvető gyógynövény kivonatot oda kínáljuk a méheknek. Na itt lép be az a több évtizedes tapasztalat, amely kell ahhoz, hogy a méhek ezt az oldatot elfogadják. Kérem szépen, nem mindegy a hőmérséklete, a víztartalma, a beltartalmi értéke, a szárazanyag tartalma. A méhecskék nagyon érzékeny állatok. Az ezt követő folyamat ezután teljesen megegyezik a méz előállításánál ismert eljárással. Nem alkalmazunk hőkezelést, mesterséges adalékokat, szereket és ízfokozókat. A pergetés után, pergetésnek hívjuk azt, amikor a lépekből kinyerjük a finom táplálékot, a mézet, semmit nem veszünk el, és semmit nem adunk hozzá. Így egy új termék született. Gyógynövény kivonatos mély termék. Ez a hivatalos neve. A köznyelvben ezek is mézek. Ilyen még nincs, itt utalok, hogy bár nem ez az első, hiszen ilyen például a fenyőméz vagy mészharmat ott is kvázi semmi köze nincs a klasszikus értelemben vett virágzó, virágokban lévő nektárhoz, hiszen a fenyőfákkal szimbiózisban élnek bizonyos levéltetőkhöz hasonlatos kis létformák, a méhecskék, ezeket úgymond megfejik, ezeket a pici kis levéltetűhöz hasonlatos állatkákat, és ebből lesz ez az édes szirup. Na ezt hordják be. De hát kvázi az sem a virágok nektárjából készül. Az új innovatív eljárás eredménye, hogy a növényi hatóanyagok, amelyek benne vannak az oldatokban, nektárként begyűjtik, Elraktározzák a lépekbe, és koncentrálódva, jótékony hatások többszörösére emelkedve kerülnek be a táplálékláncba. Így a több mint méz egy funkcionális élelmiszer, csak méhek képesek előállítani. Az antioxidánsok mennyisége lényegesen meghaladja az eddigi mézekben lévő hasznos összetevőket. Az oldatok, laboratóriumi ellenőrzöttek. Ilyen voltak az elsők és a mostaniak is. Például a csipke, a család, az algatenyészetek és a zöldiók. Ebben tisztelet és köszönet a magyar állam támogatásának, mert ezeket a drága laboratóriumi és klinikai vizsgálatokat a megkapott pályázati Támogatás nélkül nem tudtuk volna elvégezni. Ezért köszönet érte. 2008-tól kezdődően folytak a laboratóriumi vizsgálatok. Preklinikai vizsgálatok alapján az élettani komponensek koncentráltan jelennek meg a mézkészítményekben. A méhek által előállított métermék együttesen hordozza a méz és a gyógynövények emberre előnyös élettani hatásait. A készítmény harmonikusan tartalmazza a gyógynövények hatóanyagait és a virágok megtárjából származó illóolaj komponenseket is. Itt a képeken a kezdeti laboratóriumi vizsgálatokból lehet látni néhány életképet és néhány pillanat felvételt. Először néztük a polifenol és antioxidáns tartalmakat. Egy kis kitérő. Megkülönböztetünk mesterséges és természetes antioxidánsokat. Vizsgálatunk tárgya, hogy a bioméhészetnek köszönhetően a természetes antioxidánsok. Hatásmechanizmusok szerint ismerünk első és másodrendű, azaz lánc megszakító és preventív antioxidánsokat. Az elsőrendű antioxidánsok a lipid szabad gyököket képesek semlegesíteni. Hidrogénjuk átadásával megszüntetik a reakcióképességet. Ezáltal Megszületik egy vegyület, amely kevésbé aktív. Szabad gyökök és antioxidánsok. A szuperoxid anion korlátozott mértékben reaktív, azonban a különböző lecitin-koleszterol membránunkban egy peroxidációs folyamatokat indukál. Számos agresszívabb gyök forrásául szolgál. Reakcióba lép, a pozitív hatással rendelkező nitrogénoxiddal is. A keletkező peroxinitrit oxidáljon lipoproteineket, és további reaktív gyökökké alakul át. Ezek az oxidatív károsodásokkal szemben a természetnek az egyik legjobb védekező rendszere, amikor az oxigén alacsony szöveti nyomáson igyekszik tartani. Az elsőrendű antioxidánsok azok stabil vegyületek. Már nem vesznek részt a lipidperoxidációban. Ehhez hasonlóak például a tokoferolok, a flavonoidok, a gallussal. Mellette a vitaminok, mikro- és makroelemek előnyösen befolyásolják a szervezet immunfunkcióit is. A hatást egy úgynevezett indukciós erővel lehet jellemezni. Minél hatékonyabb az antioxidáns, annál hosszabb az indukciós periódus. Így később következik be az oxidáció. A preventív vagy másodrendű antioxidánsok úgy gátolják a szabadgyökök tevékenységét, hogy saját magukat oxidálják redukcióval átalakítják a keletkezett átmeneti vagy végtermékeket. Bár aktivitásuk kisebb, mint a lánc megszakító antioxidánsoké, de bizonyos anyagok jelenlétében segítik azok tevékenységét. Ilyen tulajdonságokkal bírnak például a foszfolipidek. Az antioxidánsokat oldékonyságuk szempontjából Megkülönböztetünk vízban és zsírban oldódóakat. Az élelmiszer alapanyagok meghatározásánál életszerűen az összes tartalmat értjük alatta. Több olyan módszer van, melyel az alapanyagokból, melyet az élelmiszer iparban használnak, külön-külön lehet mérni a vízben és zsírban oldódó antioxidánsok koncentrációját. Néhány módszer, amelyekkel mi is próbálkoztunk. Az első az úgynevezett frap módszer, amikor is egy megfelelő vas vegyület képződésével a reakció következtében a kiindulási komplex vegyület színe sárgából kékre változik. A másik ilyen módszer az orák érték amikor a peroxil gyök hatására indukált reakció folyamatot az antioxidáns gátolja. Ezt is széles alkalmazzák. De ismerünk teak módszert, amikor is egy speciális zöld színű vegyületet állítanak elő, és az antioxidánsok hatástalanítani, kvázi szaknyelven elfogni képesek. Az ABTS, ez egy szintelen vegyület. És a szín változása, ahogy elindul, ennek a mértékéből határozható meg az antioxidatív hatás. Ezt az egyenértéket egy trolox minőség, ez egy vízoltható elitamin származék, koncentrációjával adják meg mikromol per gram egységben. A negyedik ilyen módszer a TRAP amikor egy peroxil gyök generálóként abapot használnak. Az oxidáció az oxigén fogyasztással nyomon követhető. Itt egy úgynevezett laggörbe figyelhető meg, és a görbének a hossza, ami befolyásolja az antioxidáns minőségét. Itt egy E-vitamin formájaként változik ez a minőség ebből lehet következtetni az antioxidáns kapacitásra. Az ötödik módszer a TOSZ módszer, amely egy dihidroklorid termohomolizésének a terméke. A peroxidjuk oxidálja az alfa keto gamma metil az etilén felszabadulása mellett. Így ezt gázkromatográfiás vizsgálattal mérhetővé lehet tenni. Mi a frak módszert és az orak módszert alkalmazta. Meg kell említeni, és köszönet érte, hogy van egy szabadalmoztatott gyors módszer. Dr. Prokis József kutatási eredményének köszönhetően itt meg is tudom mutatni ezt a picikek is módszereket, amikor is rendelkezésre áll és szabadálmoztatásra került egy tesztség. Ez a tesztség alkalmas étrendkiegészítők, italok és egyéb minták víz oltható antioxidáns tartalmának a meghatározására. A találmány az, hogy ezen a tesztségon a vizsgálandó anyag színváltozást idéz elő a szénskála segítségével lehet értékelni az antioxidánsok koncentrációját. Itt az ábrán lehet látni, hogy bizonyos anyagok, természetes anyagok antioxidáns koncentrációja mennyi. Lehet látni, hogy például a zöld paprika, a nyers krumpli vagy burgonya, a fokhagyma, a káposzta, a hagymafélék fej-fej mellett halladnak. A citrom, azért veri a mezőnyt. És a salátalevél, vagy az alga, hát az ebből a szempontból nem számottevő. Alapanyagbeszerzés. Alapanyag beszerzés. Itt lehet látni, kedves hallgatóim, különböző alapanyagokat. Például a csalánt, a homoktövist, a csipkét, a zöldiót, az édesvízi zöldalgát, vagy Magyarország egyik legismertebb gyógynövényét, a kamillát. A méhek táplálására bármely növény vagy növényi rész, például alagatenyészet is felhasználható, erről majd később még kitérek. A méheket felfoghatjuk úgy is, mint meósokat, hiszen ők akármit nem fogadnak ám el. A méhek és az emberi szervezetre is jótékony hatással vannak ezek a Hatóanyagok. Így az életemi hatások további pozitív változásáról számolhatunk be. A hatóanyagokat kivonatolással, illetve növényi maradványok kioldásával lehet elérni. Korábban végeztünk szárított gyógynövényekkel is különböző kísérleteket. Itt ez az arány egy aránylik a nyolchoz a friss és a száraz gyógynövény hatásában. Itt meg kell említenünk egy nagyon ígéretes kísérleti eredmények gyűjteményét. Az Artemisinin fólia hivatalos laboratóriumi vizsgálatokat folytattunk vele egészen 2017 őszéig. Akkor kijött egy olyan nébi állásfoglalás, Sajnos már nem lehet őket forgalmazni, bár terápiásan mindenképpen figyelmet érdemel. Itt meg kell említeni, tisztelettel adózni Dr. Harangi János egyetemi adjunktus munkássága előtt, aki az országban elsőként elkezdte a parlakfű, mert hát erről van szó, kedves hallgatóim, laboratóriumi, hatástani vizsgálatát. És meg kell említeni dr. Matus Gábor, a Debreceni Egyetem növénytani és a Magyar Tudományos Akadémia szárazföldi ökológiai munkabizottság tagjának írását, mi szerint a parlakfű egy ősi, nagyon intelligens növény, sok tekintetben az embernél is intelligensebb. Tehát különböző pollen, szénanáta, parlakfű allergiák kezelésében nagyon jó eredmények voltak és vannak. Bár jelenleg Magyarországon nem lehet forgalmazni ilyen készítményeket. Így mi is így tesszük. A hatóanyagokat hogyan nyerjük ki? A begyűjtés minden esetben friss növényből készül, melyet éjszaka vagy hajnalban ajánlott gyűjteni. A növényeket 6-12 órán belül feldolgozzuk. Aprítás, darálás vagy szecskázás a zöld növény részekből kiindulva. Különleges alapanyag az algatenyészet. Ez egy jellemzően lúgos, 8-9-es ph jó oldat. Ezt az eltarthatóság miatt, hogy ne károsodjon, le kell csökkenteni egy fermentálásos eljárással 5-6-os pH-ra. A képen lehet látni a darálás és a légkinyerés fejlődését, kedves hallgatóim is nézőim. A bal felső képen, ahogy ez indult korábban, a leleményesség, egy normál húsdarálóval. Ma már a fejlesztésnek hála, és a pályázatnak köszönhető, egy sokkal modernebb kivonatolási eljárást tudunk ezzel megvalósítani. Vagy a bal alsó képen, kedves hallgatóim, a hőskorban, több mint tíz évvel ezelőtt, a jó öreg hajdó centrifuga szolgáltatta a kísérlet tárgyához szükséges oldat kinyerését. Ma már a jobb jobboldali képen látható, sokkal modernebb, európai színvonalú eljárással és technológiával tudunk dolgozni. Az ozmózis elve alapján a növényi nedvek kinyerésre kerülnek. A szilárd fázist többszöri hígítással leválasztjuk, fajsúlymérés után stabilizáljuk és tároljuk. A növényi maradványok feltárása, fermentálása pedig tej savas erjesztés révén állítódik be. A fermentálás kedvező módon járul hozzá az értékes anyagok létrejöttéhez. Itt az ábrán lehet látni az alapanyagok minőségének a tárolását. A jobb oldali képen, kedves hallgatóság és kedves nézőim, lehet látni egy olyan gyógynövényt, amelyen megint csak kísérletek folytak, ami az egyik legerősebb antioxidáns téte leszünk fel róla. Ez a növény pedig, kedves hallgatóim, lehet, hogy önök is kitalálnák, ez kérem szépen, a jó öreg torma, amely erjedésgátló. Ezzel folytak stabilizáló kísérleti eredmények. Az analitikai mérés eredmények összegezve közel 200 antioxidáns és összpolifenol mérés született. Közel 150 gázkromatográfiás tömegspektrometria vizsgálat született. A humánklinikai vizsgálatoknál 9600 vizsgálatot tartalmazó adatbázis született. Láthatják! A tudományos érték messze-messze túlmutat jelen előadás keretein, és számos tudományos ellenzés alapját teremtette meg. A grafikonon lehet látni az antioxidáns értékeket kérem szépen, tessék megnézni. A legelső ábránál az orvosi zsája oldat, vagy szirup szaknyelven antioxidáns aktivitását. Több mint duplája a normál zsája méznek. Lehet látni a csalánméz és a szirup, az oldat, több mint duplája. Lehet látni a csipkebogyó, ott is közel háromszorosa. Mindegyikről el lehet mondani. A kamilláról, a bodzáról, hogy sokkal nagyobb az antioxidáns mérés. Végeztünk utifűvel és fehér fagyöngyel is ilyen méréseket. Lehet látni az összpolifenol tartalomnak a növekedését. Vagyis természetes módon Ennyi hatóanyag nincsen benne. És itt a grafikonon egyértelműen lehet ezeket nézni. Kérem szépen tessék megnézni. A csalán, a galagonya, a kamilla polifenol tartalom növekedését. Végeztünk organoleptikus panelvizsgálatokat is. Például itt lehet látni, hogy érezhető-e a gyógynövényre jellemző zamat a felhasználók körébe. Itt mindannyian kiváló értékekről számoltak be. Tehát megőrzi ez a méz készítmény, a mézre és gyógynövényre jellemző összzamatot és ízvilágot. Tehát itt bejön. Magyarország abban is nagy hatalom a gasztronómiában. Tehát a gasztronómiai felhasználás is itt beindul, és óriási jelentőségre tehet így szert. A frapp mérési eredmények eredményét lehet látni itt ezen a grafikonon. Lehet látni, hogy a értékeknél a csipkebogyó, messze veri például a grafikon elején látható kapor táplálék növényel, illetve fűszert növényel végzett vizsgálatokat. És lehet látni, hogy ezek emelkedő sorrendben, például a csipkebogyónak exponenciálisan jóval nagyobb az antioxidáns hatása. De vizsgáltunk itt salánt, borsmentát, csipkebogyót, nem sorolom fel mindegyiket az idő rövidsége miatt, de természetesen a kedves érdeklődőknek, ha kell, szívesen rendelkezésre bocsátjuk majd. A következő grafikon a polifenol tartalom növekedését mutatja. Itt legkiemelkedőbben a borsmenta több mint mész készítménynek lehet látni az értékét lehet látni itt fokhagymat, citrommal, céklával, tyúkúrral, tormával végzett vizsgálatokat is. Ezek közül a borsmenta viszi el a legtöbb értéket és díjat. Tehát kérem szépen, nagyon sokféle gyógynövényjel végeztünk vizsgálatot, nagyon sokféle laboratóriumi eredmény született. Végeztünk vizsgálatokat az algával is, alga készítményekkel. Itt bár az algáknál az antioxidáns érték nem hozta a várt eredményeket, de mégis itt is van egy potenciális lehetőség. Gondoljunk csak bele, Magyarországon közel 15 ezer méhész, közel 1 millió méh családot tart. A téli beetetést a méhészek 50%-a alkalmazza. Ez közel 500 ezer mély családot érint. Vagyis a legtöbb méhészetben használnák koratavasszal vagy ősszel beetetéseket, mivel a mézet többszörös áron tudják értékesíteni, mint amennyiért a cukorsziróphoz használt répacukrot meg lehet vásárolni. Ez azt jelenti, hogy a répacukor, melyet hosszú távon használnak, meggyengíti a méhek emésztőrendszerét, így az immunrendszerük is meggyengül. Egy családra átlag a hideg hónapokra 10 kg cukrot lehet számolni, melyhez egy-egy arányú, vagyis 10 liter vizet adnak. Ebből készítenek egy oldatot. Viszont ez legyengíteti a mély családot, és életszerűen előfordul, hogy a tavasszal pergetett mézek egy részében is finomított cukor életszerűen jelen lehet. Ezt a különbséget viszont, kedves hölgyeim és uraim, önök a normál ízlelő bimbóik segítségével nem tudják észrevenni ez laboratóriumi vizsgálatok kellenének, ami ugye nem életszerű egy háztartásban. Ez azt jelenti, hogy ezeket a cukoroldatokat ki lehet váltani, vagyis 5 millió liter cukorszirup kiváltását jelentheti az alga oldat. Hát ez egy további kutatásokat fog majd magával hozni. Néztük azért, az algatenyészetek antioxidáns vizsgálatait is. Itt a legkiemeltebb, az SJ4-es sorozat, ez egy 2018-as mérés eredmény, egy jól eltalált algatenyészet, ami megfelelően lett fermentálva, 170-szoros értéknövekedés jelenthetett. Hát itt a technológiában van még hova fejlődni, ugyanis itt megtalálható ötszörös vagy tízszeres értéknövekedés is. A vizsgálatokkal figyeltük, hogy megtalálható-e a kezdetektől egészen a végéig a növények hatóanyag tartalma. És itt ez a kép mutatja, hogy úgynevezett külső marker anyagot is használtunk, például a kinint. A kininre, mint növényre az a jellemző, hogy UV-fény alatt fluoreszkáló hatással bír. Aztán rájöttünk, hogy más egyéb gyógynövény hatóanyagok is jellemhezhetőek fluoreszkáló hatással. De ez is egyfajta kísérleti irány volt. És kérem szépen, elértünk a harmadik fázishoz. Humán klinikai vizsgálatokat végeztünk Magyarországon először. Alga, jódos homoktövéses és zöld dió élettani hatásait vizsgáltuk. A klinikai vizsgálat randomizált, kontrollált, nyomonkövetéses, pilot vizsgálat volt. Elsőként végeztünk ilyet az országban. Tudomásunk szerint az egész Európai Unióban. Az időtartam 21 napon keresztül végezték napi egy alkalommal. Az adatlapokat a regionális kutatási etikai bizottság alapján történt a kitöltés. Itt lehet látni a vizsgálati protokolt, lehet látni, hogy 18 életővüket betöltött egészséges önkéntesek vettek részt voltak kizárási kritériumok, például súlyos agyinkeringési zavar, vagy akut miokardiális infarktuson átesettek, kismamák, daganatos betegek, de ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben akár egy virágkor allergiában szenvedőnek, akár egy pajzsmirégy kibillent működésben, akár egy anemnézisben szenvedőnél is lehet humán klinikai vizsgálatokat folytatni. Most az első lépéseknél tartunk. A következő ábra mutatja a nyomonkövetés rendszerét, a vírusos fertőzések detektálása három hónapon keresztül is történt. Egymás után végeztük ezeket a vizsgálatokat lehet látni, a gasztronómiai vagy kulinális kérdő évre is folytattunk és kérdeztünk rá. Néztük a vérnyomást, a púzust, a tessúlyt, és különböző alvázzavarokat is detektáltunk ilyenkor. Ennél az ábránál egy hosszú, több oldalas laborvizsgálati eredmény tartalmazó jegyzőkönyvnek az első oldalát láthatják. Néztünk itt kálium meghatározások, kloridokat, gót gpt t néztünk, és különböző szérum-szukrokat is néztünk. Akit érdekel, kedves orvos-természetgyógyász kollégák, átadjuk tanulmányozásra ezt a több oldalas dokumentumot. A vizsgálatokat vérvizsgálattal néztük és ellenőriztük. Ez az ábra egy ilyen vérvizsgálati előkészületet mutat. Néztük a vércukorszinteket is, hiszen a köztudatban azért ott van, hogy mézet adni különböző inzulinrezisztenciában szenvedő embereknek óvatossággal kell. Itt is egy több oldalas, hosszú-hosszú jegyzőkönyv született, amely adatait nagyon szívesen átadjuk majd. És itt kérem szépen, döbbenetes eredményre jutottunk, amit nem is lehetett várni, nem is gondoltunk rá. Jobb oldalt lehet látni a zöld méz készítmény fogyasztását követően, a vércukor szint mérésének a jegyző könyvéből kivonatolt grafikont. Lehet látni, hogy a kezdeti és a végén lévő vércukor szint érték egyértelműen csökkent. A normál akácméznek is van egy enyhébb hatása, az algával és a homoktövéssel nem annyira számottevő, de kérem szépen a zöldióval egyértelműen, szignifikánsan ki lehet mutatni, hogy csökkent a vércukorszint. Tehát ez egy nagyon jó kiindulási alap. A másik grafikonnál lehet látni, hogy napi 30 g zöld dió mézet tartalmazó, itt bekevertük például joghurtokba a hatóanyagokat, Egyértelműen lehet látni a D1 és D2 értékeknél. Itt a D1 érték a kezdeti vércukorszintet jelzi, a D2 három héttel későbbi értéket jelent. Kedves orvos természetgyógyász és természetgyógyász hallgatók, nagyon mélyen gondolkodjunk el ezen. Ez további kutatási eredményekre inspirál. A humán vizsgálatok eredményei alapján a zöld diós mézkészítmény, az életminőség és a pszichológiai tesztek alapján az eredmények az alábbiak. A résztvevők jobban aludtak, alvászavarok megoldódott és nap közben nem volt szükségük pihenésre. Feszültségük, levertségük és ingerlékenységük mérséklődött. Energetizáló hatást észleltek, mind testileg, mind pszichésen. Általános egészségi állapotuk sokkal jobb lett. Életminőség jelentősen javult. És kedves hallgatóság, az éj-gyomri vércukorszint egyértelműen igazolódott, hogy szignifikánsan csökkent. A kísérleti személyek tessú csökkenést tapasztaltak, és étvágyuk is mérséklődött. Ezen pozitív hatást különösen a cukorbetegségre hajlamos populációban lehet kamatoztatni, akár diétás, akár gyógyszeres akár inzulin rezisztenciára hajlamos betegek esetén is. Javaslom mindenki figyelmébe. Nézzük az alagakészítmények eredményeit. Igazolás nyert, hogy a trombocita szám és az MPV érték nőtt. E hatást a hematológiai betegségeknél is kihasználható. A trombocita agregációt gátló kezelésben lévő betegeknél is lehet, klinikai szinten alkalmazni. A betegek fájdalmai minden esetben mérséklődtek. Étvágyuk rendeződött, zavaruk normalizálódott. Székelési panaszai megszűntek, fáradékonyságuk minimálisra csökkent. Egészségesebbnek érezték magukat, és ők is beszámoltak az életminőségük javulásáról. Jódos homoktövés készítmények természetes jót forrásként a hajdúszoboszlói pávai vajna ásványvizet használtuk fel. Növelte az IgE értéket. Itt is javult a résztvevő fizikai és szellemi állapota. Energetizáltabbak és nyugodtabbak lettek. Ingerlékönységük, fáradtságuk és levertségük csökkent. Egészségi állapotuk javult, és étvágytalanságuk is csökkent. Összefoglalóan a vizsgálatban résztvevőket 2020. második 28-ig követtük. Itt már megjelentek a különböző járványtani közlések és közleménye. Vírusos megbetegedést nem tapasztaltunk. Később eredményeinkről több Nemzetközi és hazai cikk formájában fogunk majd beszámolni. És kedves hallgatóság! A járványhelyzet után bízunk benne, hogy élőben is számos élelmiszeripari és orvosi konferencián fogunk majd tudni találkozni, ahol a klinikai eredmények többi vizsgálatát is tudjuk prezentálni további családtagokat is szeretnék bemutatni. Erős vizelethajtó, hajtó, úgy vértisztító hatású, például a csalán mészkészítmény. Közvény, reuma kezelések hatékony segítője. Csökkenti az aszmás és allergiás panaszokat. A vitaminforrás, A, B, C, K és U vitaminok immunerősítő és roboráló hatásúak. gyoladás és túltengés harmonizálására is nagyon jó. Hasmenés, bélhurót, gyomorfekély esetén összehúzó hatással és hámosító hatással rendelkeznek. Magas vérnyomást és vércukor szintet lehet vele szabályozni. Meg kell említenünk a homoktövést, amely több mint 200 féle hatóanyaggal rendelkezik. A tapasztalatok alapján megelőzi a szív- és érrendszeri megbetegedéseket. Koleszterin csökkentő, ergoszterol, stigmaszterol, lanoszterol. B12 tartalma révén anyagcsere serkentő és vérképző hatású, látásjavító. csökkenti az üv sugárzás káros hatásai. Nem véletlen. Ez a csodálatos növény, a bugaci pusztákon őshonos. Fájdalomcsillapító és gyulladásgátló. Máj, nyálkahártya károsodás és gyomorfeké ellen is hatékony. Rákos megbetegedéseknél is beszámoltak már jótékony hatásairól. Csipkebogyó. Magas C-vitamin tartalommal rendelkezik. Vitamin forrás. Nagyon sok vitamin hordoz. Flavonoidok, magnézium só, vízhajtók vese és húgykövek esetén is lehet alkalmazni. Meghűléses influenzás szezonra kiemelt a Epekőhajtó, cukorszint szabályozó és gyoladát csökkentő hatásról is beszámoltak a fogyasztók. Magyarország legismerte gyógynövénye a Kamilla. Feljegyezték a fogyasztók, Emésztési problémáknál is segít, bélfertőtlenítő, gyomorfekély kiegészítő, megfázás ellen hatékony, antibakteriális hatású, magas flavonoid tartalmú. Orvosi zsája, köszvény, eccéma, nehezen gyógyuló sebetkezelésére is alkalmazható. Tehát a Kamillával együtt ezen készítményt lehet alkalmazni, Külsőlegesen is a sebeket bekenni. Nagyon sok leírás ír ezen alkalmazhatóságról. De mellette feljegyezték szájüregi problémák, hasmenés esetén is a kezelését, izzadásgátló, aszmások erősítése és antibiotikus hatású is. Bár Magyarországon nem honos, de ma már elterjedt a gyömbér. Harmonizálja a pajzsmirigy túlműködést. Várandósági hányingert így csökkent. Nagyon sok vitamin tartalmaz ez is, láz és fájdalomcsillapító és a légző szervi panaszokat mérsékeli. Torokfertőtlenítő és gyulladát csökkentő hatású. Zöld alga. És a kék alga. A kék alga, ez egy édes, bocsánat, sósvízi spirulina. Roboráló hatású, immunerősítő hatású, segíti a betegségek utáni lábadozást. Pajzsmirigy problémák kezelésében is segíteni tud. Vitaminokban, nyomelegben, ásványi sókban is gazdag. Méregtelenítő, feljegyezték a nehéz fém kivezető hatását is vérképzést segítő, és csökkenti a fáradtságot. És a zöld alga, ez egy hazai, a szkenedezmusz, édesvízi alga a Balatonból. A szív- és érrendszeri panaszok hatékony segítője. Emésztési panaszok csökkentésére is alkalmas. Antibakteriális, antivirális hatású. Fokozza a vitalitást. Immunerősítő antioxidáns hatású, segíti a méregtelenítést, és gyulladást csökkentő. És hát kérem szépen, itt van a nagyágyú, ágyú, a zöld dió kivonatos készítmény. Magas C-vitamin és vastartalmú. Máj, gyomor és vértisztító hatású. Gyomor erősítő és fertőtlenítő. Gátolja a vérrök Javítja az érfalak rugalmasságát. Immunerősítő és vérszegénység ellen is ajánlott. Köszönet és hála a vizsgálatban résztvevőknek. És köszönet a Borsod Abaúj Zemplén megyei kórháznak és a dolgozóinak, mert ott végeztük ezeket a humán klinikai vizsgálatokat. Itt a vége felé közeledvén a nyomonkövetés képeit lehet látni, etető szirup ellenőrzéseket. Ilyen kis fiolákba végeztük. Ezt a képet már láttuk, ez egy régi fejlesztés volt, ma már egy sokkal modernebb technológiával dolgozunk. Itt bevágtam egy képet, mikor először voltam Japánban, 2000-ben volt szerencsém egy biofarmra ellátogatni. Itt a képen egy természetvédelmi területen látható méhest lehet látni, itt pedig gyógynövény kivonat, mely nem érintkezik levegővel, egy tasakban van benne, a méhek kiszúrják alulról, és a szipókájukkal szépen kiszívják ezt az oldatot. Elégedetten vannak utána a méhecskék, hiszen megkapták a gyógynövényeket, és így ki lehetett váltani a különböző szintetikus méh gyógyszereket. Itt ezen a képen a minták tárolását lehet látni a Berettyó újfalúi mézüzemben. Itt ezen a képen egy másik méhes természetvédelmi területen, ahol egészségesen és elégedetten van itt egy mély család, és a méhek jótékony hatását igazolja, hogy édesapánk még 86. évében is a méhesben van. Itt a konténerünk, amely egy lakó telep a méhek részére, és annak idején, hát, a méhészek elmentek Brüsszelbe tiltakozni a nagy tételben beáramló bizonytalan eredetű kínai és dél-amerikai méz export iránt. Ugyanis a jó minőségű magyar mézeket ezen jóval gyengébb minőségű mézek feljavítására használják. De nem olyan egyszerű Brüsszellel boldogulni, így hát hazajöttek a méhészek, és itthon igyekszünk megvalósítani és felhívni a magyar lakosság figyelmét. Ennek az egyik lehetősége, hogy méz lovagrendeket alapítunk. A bihari méz lovagrend alapítói többek között az én családom is. Ez a kép egy ilyen kiállításon készült. És itt néhány dísz oklevelet szeretnék bemutatni, elismertségünkről. 98-ban kiváló magyar élelmiszer díjat nyertünk, a magyar viagra. 2011-ben az év méze aranyfokozatát nyertük meg, orvosi zsája bodzával. 2015-ben csipkebogyó csalán aranyfokozatát nyertük meg. Évméze verseny 2016 homoktövéssel voltunk második helyezettek. 2019-ben Bihar kincse lett a több, mint méz család. 2019-ben Zöldalga első helyezett mézet nyertük el. 2019-ben évkiváló terméke díjat hoztuk el a kék alga mézkészítménnyel. És itt, kedves hallgatóság, a több mint méz család szórólapját lehet látni. Kedves hallgatóság, kívánom, hogy kerüljön az önök asztalára is emészkészítményekből. Elértünk előadásunk végére. Én nagyon köszönöm, hogy velem tartottak. Bízom abban, hogy felkeltettem az érdeklődést a laikus és a szakember hallgatóságban is arra, hogy kezdjünk el komolyan gondolkodni ezen mézek bevonásába, a terápiákba. Használjuk ki a méhek adta lehetőségeket. És bízom benne, hogy ökológiailag és globálisan is elindult bennünk egy gondolkodási folyamat. Én köszönöm mindazoknak, a bioméhészeknek, a Borsod Abaúj Zemplén megyei orvos és ápolónők csoportjának, a kísérletben részvetteknek, hogy idáig eljutottunk. A további eredményekhez pedig várunk önöktől ötleteket, lehetőségeket. Köszönöm szépen, Isten áldjon mindenkit, Isten áldja önöket. Köszönöm.